nem újdonság számunkra, hogy kínai vendégek érkeznek Hévízre. A város első embere emlékeztetett, Chongqing és Hévíz kapcsolata több évre tekint vissza, a Banan elnevezésű kerülettel testvérvárosi megállapodást is kötöttek, illetve a chongqingi székhelyű Hakon vállalat a hévízi terápia hivatalos képviselője Kínában. Ez a cég decemberben befejezi új termálszálloda projektjét, amelyben a Hévíz brandre alapul majd a terápia. A Covidot megelőző időszakban mintegy 40 ezer vendégészaka regisztrálódott Hévízen kínai vendégekből. Azt tudni kell, hogy őnekik általában 1,1 éjszaka a tartózkodásuk magyarországi, de európai szinten is, hiszen ők tényleg egy hét alatt nagyon sok helyet látogatnak meg, hiszen kevés a szabadságuk, és egy teljesen más rendszerben működnek mind adott esetben még. De azt is tapasztaltuk, hogy azért, aki megérezte úgymond Hévíz ízét és Hévízben a lehetőségeket, hogy ilyen furcsán fogalmazok, azok adott esetben több napot is eltöltöttek Hévízen, és hát egy nagyon fizetőképes piacról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy ezzel a piaccal igenis foglalkozni kell. Most chongqingi influencerek, videobloggerek és televíziós szakemberek jöttek Hévízre, hogy megismerjék és bemutassák sok milliós követőtáboruknak a város értékeit, szolgáltatásait. Mindez persze nem ismeretlen az ázsiai országban, hiszen egy nagy szállodalánc már kapcsolatban áll a fürdővárossal. Ez a szerződés alapvetően arról szól, hogy a hévízi tradiciális kúrának egyes elemeit ők milyen formában tudják esetleg értékesíteni Kínában, hogy ezt ők használhassák. De a lényeg a mostani csoportnak az, hogy Magyarországot és ezen belül Hévízt tovább népszerűsítsék, hiszen nagyon bízunk abban, illetve tudjuk mi azt, hogy az Ázsia mindenképpen a jövőnök ez egyik nagy küldőpiaca lesz Európa és Magyarország számára egyaránt. Az ideérkezett csoport tagjait több mint 17 milliónyian követik, lájkjaik száma pedig meghaladja a 283 milliót. A CBG TV korábbi hasonló műsorait 15 milliónyian nézték meg. Ezek alapján a promóciós show Kínában minimum 32 millió főt érhet el, de a szám akár 300 millió is lehet. Egyre erősödik a kínai érdeklődés Magyarország mint desztináció irányába. Noha jelenleg még azt tapasztaljuk, hogy leginkább tranzitturizmusként jelentkezik Magyarországon, illetve országon belüli utazásokat eszközölnek nálunk. A Hunges Hotel szállodalánc szeretné tovább erősíteni a kapcsolatát Kínába. Jelenleg is vannak, realizálódnak kínai vendégészakánk. Ezt szeretnénk tovább erősíteni a jövőben. Az ideérkezők abszolút tisztában voltak az alai fürdőváros szerepével, súlyával, hiszen egy kalligráfiát ajándékoztak Pap Gábornak, amelyen ez állt: Magyarország a termálfürdők hazája, Hévíz pedig ennek a csodája.